negyedik leget, Évi kezdi. Na hát akkor folytatjuk a negyedik leggel, ugye az előbb Ihász Veronika megoldotta a saját kezdését, és most Németh Évinek kéne hozni a kezdését, de nagyon-nagyon gyengék a dobásai, és itt nem a pontértékre gondolok, nagyon sokat járnak a gondolatai, hogy mi lehet a probléma ilyenkor az embernek, mikor ez megy, és általában ez mindig a dobás technika rovására megy. Ugye meg amiről beszéltél, a fáradtság ilyenkor nagyon-nagyon előjön. Igen, ezek a dobásokon látszik, hogy nagyon ejtődnek. Így van. Nagyon ívesek, nagyon ejtett dobások. Az nagyon jó most. És az ugye a célzásnak a rovására tud menni. 95. Az is egy szektoriba hetes. Nagyon közel a triplához. Az jó. 83-as. 3 pont a tripla, 19-es azért. Más is volt a hangja a dobásoknak egyébként az összeért nyilaknak. Volt benne erő most. 83. Ez egy sima 19. Az még egy. 95-ös az utolsó, igen. Benne volt. Most kéne 18-asra kezdenie Évának. Meg is teszi. Most már tripla 20. Az nagyon jó. Kellene még egy. Áj, ezt nagyon elszórta azt a nyilat, így is jó, 79 fölzárkózott. De hát ugye hátrányban van, mert ő kezdte a leget. 150-e van. 150, igen. Gyönyörű, nagyon 90-re szép, 90-re lemegy, 98-a. 223, itt figyelni kell már a kerekítésre is, ugye, hogyha csak sima jön. De jön a tripla, úgyhogy innentől kezdve már azért... 99. Nem kell annyit matekozni. Veronika 90-re. Ott a 20. Meg még egy, és a bull. Nem találja el. 47-es lett a sarokban, igen, nem lehetett látni rendesen. 43 pontja maradt így. Meg nincs kiszálló. Évinek. Igen, a lehető legrosszabb szektor volt, 100 pontja van most, ugye 24-et dobott eddig, 80-ra megy le, 43-ra Veronika, és a dupla 20, még mindig a dupla 20. 23. Találja el. Évi 80-ra. Az jó. Igen, még kell, egy még ilyen egy szektor. Az gyönyörűen mellette, és a dupla 20. Azt nem látom, de alá ment duplának. Dupla 10 Veronikának. Ez jó helyen van, és gyönyörűen benne is van a második bizony. 3-1 az állás, Ihász Veronika javára. Az ötödik leget Veronika kezdi. Szerintem most prékelőnyt tudott magának kieszközölni Veronika. 44. Ugye rendeztek férfi magyar kupát is. Férfi magyar kupában ugye az eddig nagyon sokat látható Pap Rajmund csatázott meg Kovács Patrikkal. Ugye és az Kovács Patrik nyerte a férfi magyar kupát, egy nagyon jó meccset játszottak. Így van, ez a magyar kupa volt, ugye 57. Szombathelyen, ahol igen. Egy egyéni forduló és egy magyar kupa forduló került lebonyolításra. 11-5-re tudott 41. győzedelmeskedni Patrik. Ami még megrendezésre került idén, ugye volt csapat magyar kupa is.
100. Igen, hát az ugye az friss információ, hogy azt szofszakákban nem tudják megrendezni, sajnos, mert a helyszín nem tudják biztosítani az egészségügyi feltételeket a szövetségnél. Ugye itt a gépek eléggé adott helyen vannak elhelyezve, és onnan azokat nagyon nem lehet elmozdítani, ez nem olyan, mint itt a steel szakág, ahol az installációt kvázi ott építi föl az ember, ahol éppen helyet tud neki biztosítani, de a gépeket nem olyan egyszerű szállítani, és ez nem kerül megrendezésre, de steelen volt. Így van a nyár folyamán. Igen. Ahol már tegnapi napon... Ez Érd Arénában volt, igen. Említettünk ugyan, de az Érd Arénában volt, így van, ahol a Soldász Klub és a Sport DC játszott a döntőt. 180, de szép volt. Azon kívül volt a páros magyar bajnokság is lezajlott. 100. Veronika 40. Ja, páros magyar bajnokságban. Az ott tényleg a színpadon látható Barta Zsolti volt a döntő egyik résztvevője, Székely Palival voltak párba, és a Kovács Patrik Balló Sándor 30. összeállítású Sportdác klubos csapattal játszották a döntőt, amit ugye Kovács Patrikék nyertek. 180-ról nem sikerül. Igen, nem. Nagyon lejjebb vinni a pontjait Évinek. Hogy nem tetszett neki, hogy mennyire fölé ment az első nyíl. A második tökéletes, ez tetszik. Nagyon szépen, igen. 4-1-re vezet így. A hatodik leget Évi kezdi. Ugye 6 nyert legig játszanak a lányok, vagy a hölgyek. Szép százas. Jó válasz a 86-ra. 6 De elcsúszik a tripla ötös felé ez a nyíl. Aztán egy sima 20-as. 37. És valakinek kiborult a pénztárcai a háttérben. Lehet, az apró szerte szétgurult. Egyébként ugye arról is beszéltünk, hogy a bajnokság azért zajlik idén is, a nemzeti bajnokság, csak össze van mondva 2021-el. Jelen állapotban a női bajnokságot Kovács Tamara és Laci Viktória vezetik holt versenyben. 53. Mind a kettőjüknek 124-124 pontja van. A harmadik Erdei Nóra a Prince of Darts Egyesületnek a képviselője, negyedik Csombok Tina. Német Éva egyébként a hatodik a magyar ranglistán. És azt, amit már beszéltünk is róla, ugye Ihász Veronika a férfiak versenyébe indul a nemzeti bajnokságba. Csak a nemzetközi versenyeken, ugye ez egy nemzetközi versenynek számító verseny, annak ellenére, hogy nem jöttek, ugye külföldiek nem tudtak rajta részt venni. Ott szokott, meg a Magyar Kupán játszik női verseny mezőnyben. Így van, hát azért az almanakokban, amikor majd felsorolásra kerül ugye az összes Hungarian Darts Open verseny, akkor nyilván van a 22-es sorszámú versenyeknél majd ettől függetlenül annak a hölgynek a neve szerepel a lista élén, aki ezt megnyeri. Tehát azért van komoly presztízse ennek az összecsapásnak. Talán egy jó esély volt a magyar hölgyeknek arra, hogy megmérettessék magukat, még ha egymás között is, de csak egy rangos, színpados és hát tévés eseményen. Közben egy tripla egy után egy 19-es érkezik, meg még egy 41 ponttal, nincs kiszálló Néva. Úgyhogy Veronika lerakhatja magát kiszállóra, és egy újabb break lehetőség.
50. 50 pontot dobott, így 110-re megy le. Nézzük, hogy Németh Évának sikerül-e. Kicsit lejjebb mennie, igen, ez most jó. 95-tel 100-ra tudna lemenni. Megint egy picit mellé megy a tripla. Ó, mind a 31. kettő, 31 a dobás. Veronika 110-re. Nem sikerült megdobni a kiszállót, de nagyon szép kísérlet volt. Tripla 19, tripla 19 lett volna ennek. Mind a kettő benne van a szektorban. 56 a dobás. Veronika 18-ra. A dupla 9-re. Így már nem lesz kiszállója. Nem, nem, sajnos. Az egyessel dupla 4-re. 108. Nézzük, mit választ Évi a 108-ra. Eddig 19-esre játszott, len kéne maradni a 19-esem. De ő nem, azt választja, ami kell, a tripla 18. Ó, és átcsúszik a tripla 1-be. 87 pontja van, tripla 17. Az sem, 85 a maradék. Igen, ezek nagynak tűnő hibák, mert azok is csak nagyon pici múlik az, hogy belemenjen, vagy ne menjen bele. 5-1-ért a dupla 4. Bedobja Veronika. Ezzel 5-1 az állási ház Veronika javára. A hetedik leget Veronika kezdi. És egy újabb break, és ezzel kezdhet. És hogyha megnyeri ezt a leget, Iász Veronika, akkor beállítja a tegnapi végeredményt. Megint, hogy 6-1-re tud diadalmaskodni. Ó, de jól kezd. 132. És nagyon szép kezdéssel. Ha csak Németh Évi valamit nem produkál abból a játékból, ami napközben megvolt neki. Most úgy érzem, egy kicsit a hit az, ami elfogyott. 21 a pontok száma. Ú, de jól folytatja. Az átcsúszott, de az is nagyon közel van. 69. 69-et dobott, szép kerekítés 300-ra. Már gyakorlatilag a beállásában is elkezdett kételkedni. Igen. Évi, hogy lehetett hogy látni, hogy nézegeti a vonalat áll, és a táblát, hogy egyáltalán jó helyre állt-e be. Újabb 100-as, 200-ra megy le. Természetesen ilyenkor az oldalirányjal van problémájuk a játékosoknak, nem a távolsággal, mert az nyilván adott. Jó, na, ez most nagyon jó, igen. 79 pontos dobás. Na, nézzük Veronikát. Jön egy újabb 100-as. Nagyon szép. 140-nel leteszi 60-ra magát. Megint. Veronika 60-ra. Nézzük, a nagy szektor 20-as, megvan, kicsit ki kell állni a dupla 20. Nem sikerült, nagyon közel voltak, jó kísérlet volt dupla 20-ra. Zárkózhat Évi, de hát a meccs sorsa már nem az ő kezében van, az egyértelmű. 57-es, most jók a sorozatok. Veronika a Masters győzelemért. Dupla 20-ra nincs meg, dupla 10, az sem. Lebontja a dupla 5, lebontja 5-re. Na, hát most itt van a lehetőség Németh Évi előtt, hogy egy jó sorozattal, az egy 3-as sajnos. Jó, 83. Veronika 5-re. Apró reménysugár. Dupla 1, nem sikerül megdobni.
Évi 146-ra. Á, mellé. Egyessel kezd. Itt nem lesz kiszállója ebben a körben. 77-es, igen. Főzzárkozott, 69 pontja van. És most ezt választja, igen. Ezt választja. És ez megint vissza csokkal. Évi 69-re. Megvan a 19-es, a 10-es vagy a 18-as, 10-es megvan, dupla 20. Ó, de picit múlott, hogy alá, itt... éppen hogy alá. És akkor ilyenkor szokott jönni a dárcos törvény. Nem sikerül! Sokkal. Ez hihetetlen nagy hiba volt most. Tripla 3-as lett. Újabb lehetősége van Németh Évinek ahhoz, hogy fölzárkozzon, vissza tudjon egy bréket húzni. Dupla 10. Az nagyon fölé is ment. Az, de nem hitt abba az utolsó nyílba. Egyes megvan, dupla 2. Megoldja. Ezzel 6-1-re nyer. Hungarian Masters női bajnoka Ihász Veronika. Gratulálunk! Hasonlóan alakult a két nap számodra, ugye ugyanaz a párosítás alakult ki a döntőben, hasonló eredménnyel. Melyik volt a nehezebb? Hát ezt nem tudnám megmondani, hogy melyik volt a nehezebb. Most úgy éreztem, hogy nagyon nem vagyok egyben, nagyon nem éreztem jól magam a színpadon, és ez sajnos a teljesítményemen is látszott, de hála az égnek azért sikerült nyernem. Hát ráadásul 6-1-re, tehát nagy különbsége. Mik voltak azok a dolgok, amiben úgy érezted, hogy nem vagy egyben? Nagyon dekoncentráltnak éreztem magam, nem tudtam beletenni magam a meccsbe, csak egy-egy körre, esetleg egy-egy legre, és nem tudnám megmondani, hogy miért sajnos, csak hogy ezen még javítanom kell.